Ismét a koronavírus elleni vakcina felvételére biztatott reggel a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a beoltottak a vakcina miatt biztonságban vannak, az oltatlanok viszont életveszélynek vagy súlyos betegségnek teszik ki magukat. Úgy fogalmazott, ennek ellenére az egészségügyi dolgozók kivételével kötelezni senkit nem lehet az oltásra. Az elmúlt egy napban 531 új fertőzöttet regisztráltak és 6-an vesztették életüket. A készenléti oltópontok országszerte folyamatosan várják a jelentkezőket. A hét minden napjára lehet időpontot foglalni. A pécsi oltóponton az utóbbi időben elsősorban harmadik körös oltásokat adtak be, de azokat is nagyon várják, akik az első vagy második injekciót kérik. Azért választottam a Janssent, mert egy alkalommal kell jönnöm, és így kétszer, nem kell kétszer ez oltópontra érkeznem. Debrecenben 271 napja oltanak. Azóta több mint 340 ezer első és majdnem ugyanennyi második körös oltást adtak be. Családomban már volt két ilyen haláleset, és hát ez azért az megteszi a hatást. Igen. A fiatalok oltási kampánya is folytatódik. Az egyik tolnai iskolában más településekről is érkeztek diákok, akik kérték a védettséget jelentő injekciót. Mi nagyon szeretnénk, hogyha minél több diákunkat beoltanák, ugyanis az elmúlt két évben többször volt szükségünk arra, hogy rendkívüli szünetet, illetve digitális oktatást rendeljenek el az iskolánkban, és azt gondoljuk, hogy ennek a korosztálynak a jelenléti oktatás, a kontaktformájú oktatás sokkal fontosabb és sokkal hatékonyabb. Itthon a beoltottak száma meghaladta az 5.873.000-et. Ebből már több mint 5,5 millióan megkapták a második oltást, és csaknem 700 ezer azoknak a száma, akik a harmadik oltást is felvették. Egy nap alatt 531 új fertőzöttet találtak, 6-an pedig meghaltak a szövődményekben. Jelenleg 438 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. Mivel a nemzetközi adatok is azt mutatják, hogy az európai országokban az új fertőzöttek száma jelentős mértékben nő, és főleg azok fertőződnek meg, akik eddig még nem oltatták be magukat, ezért a szakemberek és a kormány is arra kéri a magyar lakosságot, hogy éljenek az oltás lehetőségével. Azt már megtanultuk, hogy csak az oltás segít. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban arról beszélt, a beoltottak a vakcina miatt biztonságban vannak, az oltatlanok viszont életveszélynek vagy súlyos betegségnek teszik ki magukat. Hozzátette, ennek ellenére az egészségügyi dolgozó kivételével kötelezni senkit nem lehet az oltásra. Nekünk annyi felelősségünk volt és van, hogy legyen vakcina, legyen oltópont. Az év végéig körülbelül a raktáron lesz 17-18 millió adag oltóanyag. Bárkit be tudunk oltani elsőre, másodjára, harmadjára. Vannak komoly emberek, akik már a harmadik oltást is felvették, az meghaladta már a 600 ezret. Orbán Viktor a lezárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, az új lezárások igazságtalanok lennének azzal a 6 millió emberrel szemben, akik beoltatták magukat. Ezért, ha lesz is bármilyen korlátozás, akkor a védettségi igazolványhoz való visszatérést javasolja.